Teltházzal zajlott az újfehértói fórum csütörtök este. A jelenlévő gazdákat a hazai agrárium aktuális kérdéseiről és az európai parlamenti választással kapcsolatos teendők fontosságáról is tájékoztatták. Az Európai Bizottság tervei szerint a következő uniós ciklusban jelentősen megnyírbálnák a közös agrárpolitika forrásait. Mint azt a rendezvényen résztvevő agrárminiszter is hangsúlyozta, a magyar kormány célja, hogy ezek a támogatások ne csökkenjenek, az ugyanis a boltokban is éreztetné a hatását. Az élelmiszerek árának alakulása az nagy mértékben függ attól, hogy a gazdák milyen költségszinten tudják előállítani az alapanyagokat. Ezért is tartjuk nagyon igazságosnak az, hogyha a Európai Uniós források közös agrárpolitikában a gazdákhoz jutnak. Nem tartjuk elfogadhatónak azt a magyarázatot, hogy ezt a támogatási szintet csökkenteni kell, és a bevándorlást, a migrációs beilleszkedést kell segíteni ezekből a forrásokból. Ezt a leghatározottabban visszautasítjuk. A tárcavezető arra is kitért, fontos cél az ágazatban, hogy versenyképesség terén utolérjük Európai Uniós vetélytársainkat. Ehhez elengedhetetlen lépés az aszálykárok elhárítása. Ennek érdekében 10 éven keresztül évi 17 milliárd forintból fejlesztik az öntözési infrastruktúrát, növelve az öntözött területek nagyságát. Az eseményen elhangzott a generációváltás kérdéséről is beszélni kell. A gazdák több mint harmada ugyanis 65 évnél idősebb. Természetesen minden intézkedést meg kell tennünk azért, hogy a fiatalok azt láthassák, hogy egy jó jövedelmező gazdaságot tudnak átvenni, hogy egy olyan életformát tudnak örökölni, egy olyan életmódot tudnak örökölni, amelyre büszkék lehetnek, amely tartást ad, erőt ad az ő számukra. Ez egy nagyon komoly kihívás számunkra ennek megteremteni a lehetőségét. A miniszter hozzátette, erősíteni kell a kormány és a gazdák közti kapcsolatot, a közelgő EP szavazáson pedig olyan politikusokat kell megválasztani, akik a magyar gazdák érdekeit képviselik az uniós parlamentben.